pedig olcsó. Karcagi-Nagy Zoltán képviselő úr beszédében is elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja az alternatív közlekedési formákat. Kipróbálta ezt a csodaautót? Volt szerencsém kipróbálni ezt a csodaautót, ezt a kis Nissan autó egyébként. Teljes mértékben elektromos autó. Olyan szempont, olyannyira kell ezt elképzelni, hogy nincs is benne benzintartály, így aztán hála jó Istennek kipufogó cső sincs rajta, és meglepően előnyös menettulajdonságokkal rendelkezik, hiszen hasonlóképpen, ahogy itt Karcagon szoktam a saját autómmal közlekedni, ami egy dízel 1.4-es, és hasonló élményt nyújtott ez az elektromos motor, tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy most már az elektromos motoroknak a fejlesztése egy olyan szinten van, ami tulajdonképpen maximálisan kiválthatja a megszokott üzemanyagok, a fosszilis energiával működő autókat, és ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy a üzemeltetési költség, tehát mondjuk egy kilométerre vagy 100 kilométerre levetítve egy tizede. Itt elhangzott, hogy remélhetőleg egy jó pár év múlva, 5-10 év múlva Karcagon is lesznek ilyen autók minél többen. Gondolom, hogy ön is venne ilyet, viszont mennyire tartja fontosnak azokat a más alternatív lehetőségeket, amelyeket még a lakosok, tehát amiről is beszélt, hogy üljünk többen egy autóba, tehát minél kevesebben üljenek egyedül az autóban, tehát hogyan próbálja erre rávenni a város lakosságát esetleg? Igen, a kérdés első felére visszatérve, remélhetőleg Karcagon is lesz majd néhány ezekből az autóból, illetve majd fokozatosan egyre több. Nyilván ez a kiszolgáló egység függvénye is, tehát ahol lehet majd tölteni ezeket az autókat. És ami nagyon-nagyon meglepett és kedvezően hangzott, hogy állítólag egy 3 millió forintos ár körüli összegért már lehet egy kis alapautóhoz hozzájutni. Na most, hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy éveken keresztül egy tized árán közlekedik, és nem kell benne, nincs olajcsere, meg sok-sok minden, ami az egyéb autóknál szükséges, akkor bizony-bizony ez néhány év alatt kristálytisztán megtérülhet. Az egyéb alternatív közlekedési módok. Hát én ugye többször mondtam már, meg nyilatkoztam is, hogy nagyon nagy híve vagyok a kerékpározásnak. Karcagon nehezen is tudnám tagadni, hiszen nap mint nap látnak az utcán kerékpárra közlekedni. Én nagyon pártolom azt is, de az egyéb ilyen gazdaságos üzemanyag kihasználási lehetőségek, mint ahogy a türelmes és gazdaságos autóvezetés, tehát nyugodt stílusban, vagy például, ahogy ön is említette, a egy autóba esetleg többen beülni, hogy jobban eloszlik az a ökológiai lábnyom, ugye most a mostani modern fogalmazással, és sok-sok a gumiknak a nyomás ellenőrzésén is múlhat sok-sok deciliter 100 kilométerre levetítve üzemanyagfogyasztás, úgyhogy érdemes ezekbe is szétnézni, nem beszélve a különböző alternatív járművekről, ugye a hibridről, a elektromos, vagy pedig a gázüzemű autó, az is nagyon kedvezően befolyásolja a motor működését, illetve az alternatív üzemanyagokról, mint a biogáz, biodízel, etanol, stb. Akkor reméljük, hogy minél többen fognak e felé nyitni a városban, és lesznek olyan helyek is, amit ön is említett, hogy majd lehet ezeket az autókat is megtankolni. Én jó tanácskozást kívánok itt önöknek, hiszen biztos, hogy hasznos információkat fogunk itt is hallani a konferencián. Köszönjük szépen, és nagyon remélem, hogy a város lakosságát, kicsiknek, nagyoknak a figyelmét rá irányítja ezekre a modern lehetőségekre ez a mostani kiállítás, illetve mindenkit invitálok a holnapi lovasnapra és a szelektív hulladékgyűjtésre. Kovács Pál államtitkár úr is kipróbált, hogy milyen postakocsiban ülni, milyen élmény volt. Hát először is engedjék meg, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a rendezvénynek a fővédnöke nevében, és Németh Lászlóné miniszterasszony nevében, hát tisztelessel köszöntsem a karcagi polgárokat, lakosokat. Számomra külön öröm, hogy Karcagra jöhetek, mindig is várom azokat az alkalmakat, lehetőséget, amikor hazajöhetek, ugyanis hát én is idevalósi vagyok az egész családommal. Rendkívül nagy élmény volt ez a mai rendezvény, hiszen egyrészt egy áttekintést adott a régmúltból,
az évszázaddal ezelőtti közlekedési helyzetről, és illetve hát megmutatta a jövőbeli irányokat, tehát durván egy olyan 200 éves időszakon tekintettünk a mai nap át, ami mindenképpen egy ritkaság és egy kiváló lehetőség, amikor ezek az információk így eljutnak közvetlenül a felhasználók felé is, amiben úgy gondolom, hogy a kormánynak nagyon fontos szerepe van, hogy ezeket az üzeneteket és lehetőségeket a lakosság részére, a fogyasztók, a felhasználók részére eljuttassa. Tehát jó volt egy kicsit kalandozni a múltban, jó előre tekinteni a jövőbe, és számomra, mint aki az energetikáért felelős területnek a vezetője, hát kiemelten fontos, hogy mindehhez a megfelelő abrakot is sikerüljön biztosítani, hogy hát legyen szó villamos energiáról, vagy kőolajról, földgázról, ami a közlekedési irányvonalakat és a közlekedési formákat a jövőben is támogatni fogja. És hát a múltjából egy kicsit a paks is azért előjön, hogy a energiának a másik részében is otthon van azért, hiszen azt a részét is csinálta évtizedekig. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen komplex. Hogyan látja a helyzetet mondjuk itt karcagiként, hogy mik azok a lehetőségek, amivel lehetne egy kicsit spórolni, takarékoskodni? Először visszatérve a nukleáris energiára, ha már így felvetette a kérdés, hogy a nukleáris energia, az atomenergia közvetlenül még így a járművekben felhasználásra eddig csak a tenger alatt járók esetében került, illetve hát az űrhajók esetében is elképzelhető, hogy a jövőben már lesznek hasznosítható megoldások. Viszont közvetve az atomenergia komoly szerepet játszhat éppen ezeknek a járműveknek a villamosenergia termelését, tehát a szükségletének az ellátásában. Karcagon, de úgy gondolom, hogy Magyarországon is a műszaki fejlődés és ezekben a technológiákban rejlő fejlődés az annyira gyors, ahogy itt az előadások során is elhangzott, hogy nekünk pontosan arra kell felkészülni, hogy kellő időben tudjunk reagálni ezekre a technológiai lépésekre, mert úgy gondolom, hogy bárhol Európában, például a villamosenergia hajtás elterjed, abban a pillanatban meg kell, hogy jelenjenek összeurópai szinten azok a töltőhálózatok, tehát azok az infrastruktúrák, amelyek a háttérben ezt ennek a technológiának az alkalmazását elősegítik. De ugye most egy olyan technológiai, tehát több szó volt itt az előadás során hídszerepről, mobilitásról, versenyképességről, fenntartható versenyképesség alakulásáról. Tehát ez mind olyan üzenetek és olyan gondolatok, amikor egy olyan korszakban vagyunk, hogy egyre több lehetőség körvonalazódik, ami a jövőt illeti, és ezek között a lehetőségek között kell nekünk megtalálni azt az utat, hogy most éppen gázalapú lesz a közeljövő, a középtávú jövő, a hosszabb távú jövő, villamosenergia alapú, ha villamosenergia alapú, akkor mivel fogom megtermelni ezt a villamosenergiát, ha hidrogén alapú, akkor mivel fogom megtermelni ezt a hidrogént, és úgy gondolom, hogy most a kormányzatnak úgy kell megalapozni ezt a jövőt, hogy a polgárok részére, az állampolgárok részére a lehető legjobb mixet állítsák elő, és a legjobb flexibilitást biztosítsák. Tehát gondolok itt arra is, hogy itt nem csak természetesen a villamosenergia alkalmazás lehet szó a közeljövőben, és konkrétan akkor a karcagi régióról, hanem Karcag és környéke is, például a biogázban, biogáztermelésben egy komoly szerepet tud majd a későbbiekben betölteni, és ez a biogáz természetesen mind a direkt földgáz felhasználásában, tehát fűtési célú felhasználásban, mind pedig a közlekedési célú felhasználásban komoly szerepet kaphat. Tehát a jövőképnek a kialakításában ezen változatok mentén kell gondolkozni. Azt hiszem, hogy a strandfürdő fejlesztése kapcsán a termálvíz hasznosítás, az is egy nagyon fontos, hiszen ez is egy meglévő kincsünk, amit ki kell aknázni és hasznosítani kell. Azt hiszem, hogy fogunk mi még erről sokat beszélni. Én azt kívánom önnek, hogy legyen hasznos ez a tanácskozás az ön számára is, hiszen biztos, hogy hall olyan ötleteket másoktól, vagy itt a beszélgetések kapcsán, amit későbbiekben tud majd hasznosítani és felhasználni. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat. Úgy gondolom, hogy a közlekedés kapcsán mindig el kell, hogy kanyarodjunk az energetika felé, ezért örülök neki. Egyébként egy tárcán belül dolgozunk most is párhuzamosan a közlekedésben érdekelt kollégákkal. Igen, Magyarországnak energetikai szempontból is nagyon jó potenciáljai vannak, mind a geotermia, mind a bioenergia kapcsán, ha már a megújuló energiákról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy a szén bányászata mellett és a szén felhasználása mellett sem szabad, vagy a szén felhasználásával kapcsolatban sem, erről sem szabad megfeledkeznünk, hanem meg kell várni azt a technológiai fejlődést, amikor a szén ismét...
gazdaságosan és tisztán környezetkímélően lesz felhasználható. Ezek a technológiák el fognak jönni, bízunk benne, és mindezek mellett természetesen nagy mennyiségben az energia előállítása az atomenergiának is ott kell ebben a portfólióban lenni. Úgyhogy most pontosan ezen dolgozunk, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, mert az itt szerzett tapasztalatokat is hasznosítanunk kell, amikor a nemzeti stratégiában és ennek a cselekvési terveiben a konkrét megoldásokról fogunk majd dönteni, és ezekről gondolkozni, és ezekben a változatokban keresni azokat a lehetőséget, ami a legflexibilisebb és a leggazdaságosabb megoldást hozza majd a magyar lakosok részére. Akkor ehhez sok-sok energiát kívánunk önnek, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!